Mi volt az, ami jellemzi ezt a második országos gyűlést? Hadd kérdezzem meg Volt Péter Ákost. Kérdezem ezt azért, mert ugye több előadónkkal már beszéltünk a második országos gyűlésről. Milyen volt akkoriban a Magyar Demokrata Fórumnak a hangulata? Mit láttak a delegáltak? Mennyire, miben hittek, láttak-e már választási győzelmi lehetőséget? Hogyan látta ön? Illetve mennyiben volt másabb, vagy mennyire könnyen fogadták el azt a gazdasági programot, ami ott bemutatásra került, és ezek szerint ez kicsit másabb, mint ami korábban volt? Nagyon fontos az időpont, hiszen itt heteken múlnak a dolgok, ilyen gyors történelmi változás idejében. Tehát amikor mi 1989. október, nem tudom melyen, hanyadika volt valami, októberben volt, 21, tehát így a igen, vége felé. Túl vagyunk már a kerekasztal tárgyalásoknak a nyári menetén, ahol a gazdaságban, én középszinten képviseltem a fórumot, és ezért be is léptem tagként, mert azt gondoltam, hogy valaki megy a parlamentbe egy kerekasztal tárgyalásra, bemutatkozok, én vagyok az MDF, akkor lépjen be. Azt megemlítem, az ilyen anekdota, de igaz anekdota, és mutatja annak a korszaknak a sajátosságát, hogy a tervhivatal épületében van ez a mi kutatóintézetünk. A Roosevelt tér, Elizélt palotának nevezték a színe miatt. És onnan megy át az ember a parlamentbe a kerekasztal tárgyaláshoz. Az ajtóban, ha megyek ki, összeütközik három férfiú. És szerbusz, 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 szerbusz. Hova mész? A parlamentbe. Hát te? Parlamentbe. Hát te? A parlamentbe. Hova mész? A kerekasztal tárgyalásra. És kit képviselsz? Az egyik Illés Iván, aki később az SZDSZ felé hajlik, és ő képviselte az államot párton kívüli. A másik vagyok én képviseltem az MDF-et. A harmadik Lóránt Károly, ő az apparátusban volt, ő képviselte a harmadik oldalt, ilyen szakszervezeteket. De nem volt egészen világos, hogy ki pontosan mi, hova megy. Mert a Lóránt Károly képviselte volna az államot akár, mondjuk. Hát én a szakszervezetet nem, de... Na, szóval mindesetre egy kicsit olyan operett hangulata volt, hogy úgy alakul ki egy ilyen tárgyalás, hogy egymást jól ismerő kollégák eldöntik, hogy melyik oldalt választják, vagy mire kérik fel őket. Na, ennek a folyamatnak a vége az, hogy eljön október, és ez az az országos gyűlés, ahol Antall Józsefet ugye elnöknek választják. És én innen számítom a professzionális párt működés, mert addig valóban inkább mozgalom volt, és ez a program, ez nem kormányprogram, de professzionális program abban az értelemben, hogy reagál azokra az ügyekre, amelyekkel egy kormánypártnak, vagy a kormányzásban résztvevő pártnak, ez azért akkor nem volt világos, szembesülni kell, hogy volt-e esélyünk, azt én nem tudom, én azt arra emlékszem, hogy egy interjút adtam szeptemberben egy külföldi újságíró nőnek, és most megtaláltam, azért merem mondani, ahol azt mondtam volna, hogy én azt hiszem, hogy az MSZNP fogja megnyerni a választást a relatív többséggel, mert nagyon sok alternatív mozgalom van, de mi is jól fogunk szerepelni, és akkor lesz egy MSZNP kormányerős ellenzékkel, vagy lesz valami, amit még nem tudok előre. De nem ez történt, amit tudjuk, az MSZNP nem nyerte meg a választást, de amikor mondtam, akkor ennek még volt esélye, később úgy alakult a folyamat, hogy mire eljött a szabad választás következő év tavaszára, addig az MSZNP, akkor már MSZP olyan helyzetbe került, hogy nem nyert. De, tehát én nem gondoltam, hogy én valaki leszek majd az új szisztémában. Azt gondoltam, hogy az a párt, amit én támogatok, az jelentős lesz, és ezért írjuk meg úgy a programot, hogyha kormányozni kell. Na most, hogy fogadták a programot? A későbbi viták ismeretében azt lehetne gondolni, hogy nagyon nagy vita volt arról, hogy ez kapitalizmus lesz. De nem volt. Tehát az, hogy legyen ilyen reciklált szocializmus, az nem nagyon merült föl. Ami igazán vita volt az én részemben, a gazdasági részben, az a földügy. De nem azért,
hogy megőrizzük a TSZ-t, hanem a kisgazdák vissza akarták szedni a földet, ismerjük. Az MDF szakemberei, és szakemberei, mert nem én ezt a részét nem én írtam, csak szerkesztettem, én prezentáltam, de nem én írtam, Bogárdi például, Zoltán, azt mondták, hogy az a koncepció, amit a kisgazdák képviselnek, az nagyon fájdalmas lesz, életképtelen, legalábbis. Tehát elmondták a jövőt, és ezért ők más megoldást javasolnak, a TSZ alakuljon át, a gazdasági társaságá, a tag legyen tulajdonos, döntesse, hogy eladja. Tehát egy fokozatosabb, ez az én emlékem. Mindenesetre azt tudom, hogy ezen a ponton nem ment át csont nélkül a program, mert úgy emlékszem, hogy a fő programokról kellett nyilat, vagy kellett szavazni, de nem ment át, vagy legalábbis volt egy ilyen érzékelés, hogy azt nem fogadja. És akkor végül nagy nehezen találtak egy olyan megfogalmazást, nem ehhez, hanem ott az ott benyújtott rövid verzióhoz, amiket aztán elfogadta a többség. És meg is próbálta valósítani az MDF kormányon, de hát ismeretes módon koalíciós kormányzás miatt a tárcát a kisgazdák kapták, és bár államtitkárt miattunk az MDF, de ez egy olyan pont volt, ahol engedni kellett a koalíciós partnerek. Tehát ha visszanézek, a programnak sok eleme megvalósult, ez nem nagyon, mert nem valósulhatott meg.